Köszöntöm a nézőket, ez itt a Sport Hétfő, a Pannon Televízió sportműsora. Mai adásunkban is főszerepben a labdarúgó világbajnokság. Itt van a stúdióban velem kollégám Tóth Tibor. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Ugye a szerb csapatnak már sajnos a csoportkör után véget ért ez a labdarúgó világbajnokság. Csalódás volt főleg az utolsó forduló vereség Svájc ellen, illetve a brazilok is egy elég furcsa mérkőzésen kaptak ki Kameruntól. Hogyan látod az utolsó kört? Köszöntöm a nézőket, szia Alen! Hát én nagy optimizmussal vártam az utolsó kört, habár a Kamerun elleni meccsen nem voltam egyáltalán elégedett, de úgy mondtam, hogy Svájcot azért majd valahogy sikerül legyűrni, és tovább kerülni a csoportból. Ugye 0-1-ről még a csapat sikerült a csapatnak fordítani 2-1-re, utána azonban nem tudtak a fiúk megújulni, nem tudtak már tovább fordítani. Kétségtelen, hogy Szerbia egyéni képességeket nézve jobb játékosokból áll szerintem, mint Svájc. Azonban ezen a meccsen is úgy általában Svájcnak a csapategysége, a szervezettsége, tehát Svájc jobb csapat, csapatként jobban funkcionál, mint a szerb együttes. És nekem érdekes, hogy Dragan Stojkovic szövetségi kapitánnyal már múltkor sem nem voltam elégedett, lehet, hogy kicsit kritikus vagyok vele szemben, de volt egy olyan pillanat, hogy 78. percben lecseréltett Tadićot, a karmestert. Én akkor ezt úgy éreztem, hogy mintha már szándékosan feladta volna azt a mérkőzést, ugye hát a karmestert azért nem cserélem le, függetlenül attól, hogy a csapat azért vesztett helyzetben volt már. Ugye akkor Svájc ellen is vereség, csak úgy, mint a braziloktól és Kamerun ellen egy döntetlen. Meg is tudjuk mutatni a tévénézőknek, hogy hogyan zárult a szerbek csoportja. Ugye a másik mérkőzésen meglepetésre Kamerun legyőzte Brazíliát, így hogyha a szerbek nyertek is volna Svájc ellen, nem lett volna elég a továbbjutáshoz. Hát igen, ugye a braziloknak láttam utána az összeállítását, hát B vagy C csapattal játszott a brazil együttes, a legjobbjaikat pihentették a nyolcad döntőre, és ennek köszönhető, hogy Kamerunnak sikerült nyerni. Igen, hogyha Szerbia nyert volna például egy góllal a Svájc ellen, akkor ez nem lett volna elég a továbbjutáshoz. Ha két góllal nyert volna a Szerbia, akkor igen. Szerbia tehát a csoportkör után búcsúzott a világbajnokságtól, a szerbek gépe pedig már landolt is Belgrádban, és ugye a vereség ellenére, a gyors kiesés ellenére több szurkoló is fogadta őket, erről láthatnak most egy fölvételt. A gyors kiesés ellenére tehát több szurkoló is fényképezkedett a szerb labdarúgókkal, mi pedig megyünk tovább Tibivel, ugye túl vagyunk már 4-8-at döntős mérkőzésen, megvan a 4 tovább jutó a legjobb 8 között. Ezek elég egyértelmű mérkőzések voltak, főleg tegnap este például angliai sima 3-0-val lépett túl Szenegálon. Hogyan láttad ezeket a meccseket? Igen, ugye amíg a csoportkörben a favoritok azért botladoztak, itt a nyolcad döntőben már kidomborodott az esélyesebb csapatoknak ugye a fölénye. Anglia nagyon simán legyőzte Szenegált. Ugye az első helyzet a szenegáliak előtt adódott, azonban kihagyták, az angolok pedig utána úgy bedarálták a szenegáli csapatot. A francia-lengyel mérkőzés talán még az angoltól is simább volt. Itt a lengyel csapat Lewandowskira alapozik, de hát ő nem tudja a hátán vinni egészen, nem tudom én, a döntőig vagy az elődöntőig a csapatot. Úgyhogy itt a franciáknak tényleg ők is jobb játékosokból állnak, ők is utolsó fordulóban ugye kikaptak, tehát szintén pihentették a legjobbjaikat, és sikerült nekik ugye tovább jutni. Most Lewandowskira visszatérve egyébként, hogy nem tudta vinni a vállán a csapatot itt ezen a mérkőzésen is, illetve a 11-es rúgásokkal is elég problémás volt. Igen, toporgott nagyon sokat, ugye még egyszer kellett neki rúgni, nem vagyok benne biztos, hogy az a 11-es gól szabályos körülmények között született, hiszen azért régen nem itt tanították, hogy így kell lőni egy 11-est, de hát lehet, hogy a Lewandowski neve, valamint az, hogy ez a gól már igazából nem osztott, nem szorzott semmit, és akkor tovább engedték, jó, belőtted, akkor menjünk tovább. Argentina ugye 2-1-re verte Ausztráliát. Argentina az első meccset elvesztette, utána viszont úgy látom, hogy fokozatosan javul a csapat teljesítménye. Ugye Messinek ez volt az 1000. felnőtt mérkőzése, úgy a klubcsapat, mint a válogatottat, ha nézzük ugye összességében. És gólt is lőtt. Az ő teljesítménye is javul, ahogy halad a torna. Így van, és gólt is lőtt. Viszont meg kell itt jegyezni, hogy az ausztráloknak egy 19 éves fiú ott az utolsó percben, egy Cole nevezető,
Hát ha lehet, hogy nem egy ilyen fiatal gyerek áll az argentin kapus előtt, akkor lehet, hogy ez a meccs 2-2, és akkor ugye hosszabbításba torkolik a találkozó, ki tudja akkor mi lett volna ugye a vége. És ugye a hollandokról még nem beszéltünk, a holland meccsről, Hollandia Egyesült Államok. Én ezen a meccsen láttam először azt az néhány évvel ezelőtti holland játékhoz hasonlító valamit, amikor a hollandok támadnak, kreatívak, rengeteg ötletük volt. A csoportban nem ezt a játékot mutatták, de a szombati mérkőzésen már hasonlított ez az igazi holland játékhoz, amit azért mindenki várt tőlük. Tehát elmondtuk, hogy hogyan alakultak a nyolcaddöntős mérkőzések, ami pedig a lényeg, hogy ezek a csapatok egymással fognak majd játszani a legjobb nyolc között, meg is tudjuk mutatni a tévénézőknek az ágrajzot, hogy hogyan néz ki a VB folytatása. Tehát Hollandia ugye Argentinával játszik, ez egy elég komoly mérkőzés lesz már. Hát igen, ez ugye, ők játszottak világbajnoki döntőt 78-ba, amit az argentinok nyertek meg, majd később játszottak egy világbajnokságon, amit a hollandok egy negyed döntőt, most a dátumot pontosan nem emlékszem, hogy mikor volt. Ez egy klasszikus csata. Hát itt esélyeket latolgatni, nem tudom, ha hollandok folytatják ezt a jó játékukat, ezt a kreatív játékukat, akkor elképzelhető, hogy meg fogják lepni az argentinokat. Nagyon sok függ Messi teljesítményétől, hogy majd milyen napja lesz és hogy fog játszani, de én itt nagyon-nagyon kiélezett mérkőzést várok, nem is tudnék igazából tippelni, lehet, hogy ez lesz az első mérkőzés, ami majd hosszabbításba fog torkolni. A másik meccsen pedig ugye az angolokra az első komolyabb ellenfél vár ezen a VB-n. Igen, ugye Anglia-Franciaország, hát ez is egy klasszikus európai csata lesz. Hát itt is, hogy mi várható, mind a két csapat szintén javul mérkőzésre, mind a két csapat három gólt lőtt a legutóbbi találkozón, mindkét csapatnak megvannak azok az egyéni játékosai, akik eldönthetik egy-egy villanással a találkozót. Csapatként is nagyon egyforma ez a két együttes igazából, hogy mi fog dönteni a két csapat között, talán a pillanatnyi forma esetleg, ha dönt. Franciák, ugye címvédők, talán egy picit hajszálnyira őket tartom, picit esélyesebbnek, mint az angolokat. És hogyha már az elemzésnél, illetve a jósolgatásnál tartunk, akkor még hátra van 4 nyolcaddöntős mérkőzés. Kiket vársz a legjobb nyolc közé? Horvátokat mindenképpen Japán ellen, ugye a japánok bemutatták egy kellemetlen kis csapat, vesztes helyzetből tudtak fordítani Németország és Spanyolország ellen is. Horvátok pedig ugye verték 4-1-re Kanadát, és játszottak 2-0-0-át, tehát nagyon nehezen lőnek gólt a többi mérkőzésen, vagy egy meccsen sikerült nekik 4-et. Ez már nem az a horvát csapat, mint 4 év ezelőtt volt, de azért én inkább őket várom majd a továbbjutó helyen. Marokkó, Spanyolország, hát Marokkó ugye kellemes meglepetés ezen a világbajnokságon. Tud-e még meglepetést okozni? Nem tudom. Lehet, hogy még egyet. De utána be fogják fejezni, gondolom, aztán tovább már nem. Spanyolok egyes mérkőzéseken, ugye Costa Ricát lehengerelték, meggyőzőek voltak. Japán ellen pedig kikaptak, ott pedig ugye 10. perc vezetést szereztek, és utána valahogy megállt a csapat, és bennük se érzem azt a korábbi lehengerlő stílus, azt az erőt, ami korábban volt ugye a spanyolokban, úgyhogy itt talán mondjuk marokkói továbbjutást mondanék. Portugália, Svájc, mi szerettük volna Portugália-Szerbia mérkőzés van, sajnos ez nem jött össze. Itt úgy gondolom, hogy a svájci csapategység és a szervezettség eddig vitte ezt a csapatot, hogy a portugálok azért utolsó meccset ők is elveszítették, de hát ők is pihentették a legjobbjaikat, úgyhogy azt hiszem, hogy ők nyerni fognak ezen a találkozón, úgyhogy itt meg portugál sikerre gondolok. Bízunk benne, hogy izgalmasabb mérkőzések lesznek, mint az első 4 nyolcaddöntőben. Tibi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban, mi pedig maradunk a labdarúgásnál, azonban a kispályás focira térünk át. Tótfaluban tartották a hétvégén a hagyományos Kárpát kupát, erről láthatnak most egy összefoglalót. A már hagyományosnak számító tornán Marosvásárhely, Karcag, a Borsod Sportklub, Kiskunhalas, Monor, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy és Tótfalu ifjú labdarúgói mérték össze tudásukat. Szombaton a csoportküzdelmek zajlottak, míg vasárnap a helyosztók következtek. Az első nap, vagyis a tegnap, az első mérkőzésünk gübücöltünk, tehát éppen, hogy valahogy jött a hosszú útnak köszönhető, mivel 12 órát utazni az nem semmi, és utána játékban indulni. Az első meccs megvolt, utána pedig belerendültük a turnénak a ritmusába, és hoztuk a formát. A döntőbe a Sepsiszentgyörgyi csapat és a Vajdaságot képviselő Nyers István labdarúgó akadémia együttese jutott be. A vendégek 5-0-ra megverték a házigazdákat, így a Vándorkupa, mint az elmúlt 3 évben is, az erdélyi csapathoz került. Ez kis pályás játék, és mi nagy pályások vagyunk. És nagyon észrevelődik, hogy kicsi pályán játszunk. De attól eltekintve, hogy 2 hetet tudtunk készülni erre a tornára, nagyon meg vagyunk elégedve a legényekkel 100%.
Az eseményt már második ízben szervezték meg Magyar-Kanizsa községben. Fejszámmel Róbert Magyar-Kanizsa polgármestere kiemelte egy olyan rendezvényt, amelyen három ország 8 csapata méri összetudását, nem lehet egyszerű sporteseménynek elkönyvelni. Az önkormányzat számára ez nem igazán sportrendezvényként, hanem inkább társadalmi rendezvényként, vagy mondjuk úgy, hogy Kárpát-medencei fiatalok találkozójaként szerepel inkább. A Kárpát-kupa nemzetközi ifjúsági labdarúgó tornát 13 évvel ezelőtt szervezték meg először. Azóta minden évben más-más Kárpát-medencei ország ad neki otthont. Az idei tornán azonos képességű csapatok érkeztek, mondta Ács Tibor, főszervező. Mi törekszünk arra, ugye, hogy a határon túlról is magyar ajkú csapatok érkezzenek, mert hát a Kárpát-kupán nekünk ez a lényeges. Egyre több labdarúgó akadémia indul magyar kormány által támogatva a határon túlról, és elindult valóban egy olyan folyamat a magyar labdarúgás irányában, hogy ez most már fölfelé ívelő. A torna végén a csapatok mellett elismerésben részesült a legjobb kapus, a legtöbb gólt szerző játékos és a csapatok edzői is. A labdarúgás után pedig birkózással folytatjuk mai műsorunkat, ugyanis a hétvégén Nagybecsereken tartották a szerbiai Superliga csapat küzdelmeinek 4-es döntőjét. Ennek összefoglalója következik most. A 4-es torna elődöntőjében a nagybecskereki Proletár a belgrádi Radničkit múlta felül, a másik oldalon pedig a szabadkai Spartakus a Partizán felett diadalmaskodott. Az árutorna összesen 6 világbajnokot vonultatott fel, 3 egyesületből. Az első élesnek ígérkező küzdelem a két aktuális világbajnok, Nemes Máté és Nagy Sebastian között alakult ki a fináliban. A meccset a magyar-kanizsai versenyző kezdte jobban, a második menetben pedig kivédte Máté parter támadását, így a fiatalabb birkózó igen fontos pontot szerzett a szabadkaiaknak. A következő meccsen is egy 2022-es világbajnok jött a Spartakus színeiben, az iráni Ali Arslan, aki könnyedén legyőzte a fiatal Uros Lecsityet. És még itt sem volt vége a világbajnokok sorának, mert a Proletár színeiben 87 kg-ban Nemes Viktor, majd 97 kg-ban Zurabi Datunashvili következett, és mindketten magabiztosan nyertek. Ezzel már a nagybecskerekiek voltak lovon, és nehezen volt elképzelhető, hogy kicsúszik a kezükből a titulus. Az utolsó küzdelemben a szabadkai Dejan Frankovic nem tudott csodát tenni, és kikapott a 33 éves grúz származású szerb válogatott Mihail Kajajától. Így a Proletár összesítésben 5-3-ra diadalmaskodott, és visszavette a bajnoki koronát a Spartakustól. Ezen a héten, amit megtudtam, hogy 6 világbajnok itt lesz, tudtam, hogy nagyon nehéz lesz, meg tényleg nagyon nagy szint. Szerintem az elmúlt 4-5 évben nem volt még ilyen erős playoff. Döntőben tudtam, hogy Nagy Sebastiannal birkoztam, ismerjük egymást, 1000 éve együtt edzünk, együtt birkozunk. Nem akarok hazudni, de szerintem ez már egy olyan 20. meccsünk volt együtt. Hát most neki kedvezett, szerintem ő sincs azért top formában, én se. Világbajnokság óta 2 birkozó edzést csináltam, inkább az erősítésre megyek rá, úgyhogy remélem, hogy azért jövőre sokkal jobban fog menni a birkozás, gyorsabb leszek, mert szerintem most azt hiányzott, hogy nagyon lassú voltam. Azért mégiscsak a sok erősítés azért lelassítja az embert. A Superliga 2022-es idényének legjobb birkózója Nagy Sebastian lett, aki vereség nélkül zárta a hazai bajnokságot. Szerintem egy kicsi azon is múlott, hogy hogyan állítottuk fel a csapatot. Most így utólag mindenki okos, lehetett volna máshogy is kombinálni az embereket, de az utolsó meccsen volt a döntő, hogy ha mi nyerünk, mi nekünk nyerni kellett volna tussa. Szóval ez nem sikerült még nyerni se nem, hogy tussa. Úgyhogy gratulálok a nagybecskereki birkozóklubnak. Mit mondjak, én örülök, jó napom volt, ami a most a döntő meccsről a Nemes Mátéval. Szerintem az emberek szerencsések lehettek, hogy most jövőre is, még azután is az olimpiai évben is minket két világbajnokot fognak nézni, hogy birkoznak. Szerintem az volt a legjobb meccs máma, úgyhogy nehéz két év lesz, az biztos. Kolompár Sebastiannak az elődöntőben még komoly gondjai voltak ellenfelével, de a fináliban már összeszedettebb volt, és ő szerezte meg a későbbi győztes Proletár első pontját. Mondjuk a döntő meccsemet azt díjazom, meg nem tudom milyen volt kívülről,
de én belülről úgy éreztem, hogy én egész végig ugye vezettem a meccset. Hál' Istennek össze tudtam szedni, amint mondtam, az elődöntőnek az eredménye után össze tudtam magam szedni, és jól tudtam teljesíteni. A nagybecsereki zárótornán szerzett bajnoki cím a 18. volt a Proleternek. A bronzérmet a Partizán birkózói érdemelték ki, akik legyőzték a belgrádi Radničkit. A szerbiai birkózók januárig pihenőre mennek. Ezt követően a Divcsibarán kezdik meg a 2023-as, szintén Belgrádban megrendezésre kerülő világbajnokságra való felkészülést, ami egyben olimpiai kvalifikációs torna is lesz. Műsorunk végén pedig vízilabda. A szabadkai Spartacus együttese kiválóan rajtolt az idei szezonban. 4 mérkőzésen 4. győzelmüket könyvelhették el a hétvégén. Ennek összefoglalója következik most. Gólzáporos mérkőzést hozott a hétvégi rangadó a házigazda Spartacus és az Zimonyi Taurulum között. A ligában makulátlan mutatóval rendelkező fehér sapkás szabadkaiak ötször is bevették a tabella második helyén álló, és eddig ugyancsak veretlen Taurulum kapuját, amire a vendégek 3 találattal tudtak válaszolni. A második játékrész még nagyobb izgalmakat hozott, hiszen hiába volt továbbra is rendkívül gólerős a szabadkai csapat, a védelem szellős volt, így az 5 dobott gólra 4-jel válaszolt az ellenfél, így a félidőre 3 gólos hazai előnnyel mentek a csapatok. A fordulást követően a Taurulum játékosai mindent megtettek, hogy kiegyenlítsék az állást, de ez nem sikerült nekik, hiszen a Spartacus hibátlan negyedet produkált, 7 gólt dobtak a Zimonyi kapuba, a védelmük pedig jól zárt, és csak egyetlen gólt kaptak. A végjátékban már nem történt meglepetés, a fehér sapkás hazaiak az utolsó negyedet is megnyerték, így végül kiütéses 20-10-es győzelmet arattak egyik legnagyobb riválisuk ellen. Nagyon fontos győzelmet arattunk ma, ez volt az első komoly mérkőzésünk a szezonban, és nagyon fontos volt, hogy ezt megnyerjük. Hát nagyon gyengén kezdtük a meccset, döntetlenül álltunk az első negyed után, másik negyed úgyis ugyanúgy katasztrófa volt, de aztán összekaptunk magunkat az edzőnek, köszönhetően még pár jó cserével elkezdtünk vezetni, és aztán rutinosan be is fejeztük a mérkőzést. Saját játékodat hogy ítéled? Hát persze mindig lehet fejlődni, még kondícióm az nem éppen a legjobban, de remélem egyre jobb és jobb leszek. Még hát az edző nagyon sokat segített nekem is, meg a többi csapattársamnak a mérkőzés előtt. Mindenkit külön-külön, mindenkivel külön-külön beszélt. Mérkőzés előtt milyen feladatbeosztásunk lesz, és így elég komolyan felkészítünk a mérkőzésre. A vendégek edzője szerint a szabadkaiak megérdemelt győzelmet arattak, de a bíráskodással nem volt elégedett. Jednostavno ovo više nema poenta. Nadam se da će više se ljudi skupljati na utakmicama i da će deca dolaziti, da ovo neće se uticati ovakav način funkcionisanja i možda arbitraža i svega na buduće neke generacije i na kako sport izgleda. Jer izgleda poprilično u nekim momentima ružno i mi ga dovodimo do toga jer i mi smo pod pritiskom, mislim. A hazaiak mestere a mérkőzést követően maximálisan elégedett volt csapata játékával. Rezultatski možda ne izgleda tako naporna utakmica, teška, ali veoma teška bila utakmica protiv iskusne ekipe Taurunoma, koje su stari, gde su stari igrači za razliku od naših igrača i to su pokazali u prve 2/4 dok su imali kondicije. Posle kad su izgubili kondiciju, tu su mi preuzeli vođstvo jer naravno izdržali smo njihov tempo, ritam i mi smo pojačali pogotovo u 3/4, u 4 smo rutinski završili utakmicu u našu korist. A következő fordulóban az eddig 100%-os mutatóval rendelkező Spartacus a Vracsárral mérkőzik meg Belgrádban, a Taurumon pedig a Singidunumot látja vendégül. Kedves nézőink, ennyi volt már a Sport Hétfő, köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha valamiről lemaradtak, műsorunkat visszanézhetik a Pannon RTV honlapján, illetve követhetnek minket Facebookon is. További szép napot, a viszontlátásra!